Hallani
Azt én meg a betonaljak az ilyen, de az itt azért már ezekre fogják cserélni. De nem ez még betonja. A betonaljas pálya. És ott van bekészítve a betonalja. Ott van két birtok. Leátszoztatni itt van melletted a villamos kapásban. Ez pasza lehet. Hol látsz, hogy a Kertvárosi utcába megy? Ja, a Kertvárosi utcába megy a villamos, de tényleg. Hangulatos, de az ablakon kinézve ezt látod, hogy mennek, jönnek, mennek a tátrák. Igen. Meg az a másik fajta, nem tudom, hogy az mi volt az, amúgy elhaladt az előtt. És ilyen van megálló is, tehát aki itt lakik, egyébként kilép az ajkon, mert szállt is valami lemosra. Am Goethe Park. Ugye pirosan volt az ugye úgy van, ugye akkor ilyenkor nekünk van elsőbség. Igen, az. Én meg valószínűleg egy irányom az utca is, és akkor ugye arra felelő a villamos sínán, hogy az autó vagy akkor. Igen. Hát meg az ilyen nyitott villamos sín irányom. Persze. Hát itt már nem is csapatja olyan gyorsan. Hát egy ilyen az a 30-a. Persze, hát a külső szakaszon meg ilyen 60-70-nál jött. Még szerintem külső szakasz. Hát de már mint olyan új külső, hogy a zárt pályán ment ott. Külön a közúttól. Na meg azt nézd, az micsoda ott a két sín között. Hát szemfotózom, ellenfényes nagyon. Majd talán tudok vele mond kezdeni. Azt szerintem valami ilyesmi az autóknak van, ami egyszerűen lehessen, vagy ne lehessen ráparkolni keresztül. Majd lehet, hogy csak a forgalom számláló volt. Ami jelzi a villamosnak, hogy az jó kérdés, az mi lehet. Azok a megállók se semmik. Igen. Hoppá, és most átmegyünk egy vágányosba? Ja. De csak eddig. Nem. Nézd bara. Lesz még. Megcsattogjanak az árak. Ott is ezt látod? Ott. Nem csak a túl messze van, azt nem tudom, hogy rendesen. Viszont ott egy kibelezett látva. Ja. Ez itt a nem is szárján. Hallod. Most megint egy. Ja, hát itt persze itt a kocsi szélet van, és én este egy vágány. Most jön a burok. Na jó, hát csapassuk neki. Ez kurva jó. Ez kár lett volna kihagyni. Igen. Még jó, hogy mondta Zati. Jövünk majd neki egy dankóból. Majd legközelebb jön felém, akkor majd szerzek volna valami jobb fajta bort is, hogy azért tudjuk. És van egy ilyen éles sokkanyát. Van egy kis
ezzel még inkább magának megjelölve meg valamennyi szabad tegét adni. Hmm. Ez a papréti kurva jó, ez a kis saját dolog. Hát rossz egyébként. Nem. Annyira, tehát nem is egy villányi meg elményesen, de nem rossz. Meg szőlőből van. Legalább. Igen, tehát az már... Az már jó, az nem számít. Az már nálam minőséget jelent. Annál szabadban már viszont meg. Igen. Tehát még a szőlőből van, akkor mondja, nem lehet. Nem olyan íze van, mint a műtrágyát innál, vagy fejlő testé hígízunk, akkor már jó. Kétlem szerintem. Mi járt már itt? Hát még ha nem is járt be Edinben, de azért ezeket tudja. Hogyha, hogy hol milyen villamosok vannak. Már meglátjuk. Jó. Na majd, ha majd a kész lesz ebben a videósorra, akkor már akkor már. Hm? Elküldem még Edinnek is, mert már nem is fogja nézni. Persze. Rikár is mondta már valamelyik ezért időt utána már kommentból csinálni kéne már egy újabb sörgomot. Rajta nem úgy. Hoppá, ez már egy újabb szerelvény, bármilyen is az. Szerintem azt hozták. Ja, viszont a 88 befigyel itt is el, ugye azért. Ugyanaz a járat. És nem tudok Bálintra megy. Meg nem busz. Tramvaj. Kimenték valami külvárosba, megint már. Hát ez már nem Berlin, ez Brandenburg megyek. Vagyis, bocs, ha izéig meg Berlin, meg két megállóig. Azért nem semmi, hogy itt 1000 millivétőres jobbtával, és ilyen 60-ban, 70-re is megy a villamos, hát nálunk megjutott az NKH, azt mondja, hogy a villamos csak 50-nel mehetne, mert csak.
30 éves lehetőleg is simán hiba tudnál egy gyorsabban menni. Igen. Miért nem tudod náluk is még 70-nel menni az egyesen, vagy akár... Vagy a kamera eltő fele. Kamera eltő? Akkor kamera eltő, hát az... Volt, amikor ott volt az ilyen vidamos nap. Budafoki nyíltam, nem kijelzett. Akkor volt kamera eltő. 4 éve, mikor volt? Jaj, tudom, emlékszem. Ki volt állítva, a Muki egy tátra, egy teve és a többi, akkor kamera eltő volt. Felementek az ilyen UV, két favázas, azért is ott meg kellett találkozni. Ott volt, hogy beültem sörözni ott a két megállóba, azért lesz szóba, és amikor jöttek, akkor onnan filmezte. Megint egy újabb egyvágányos szakasz. Ja. Volt egy pár kilométer hosszú kitérőt. Csak az 52-esnek a izélődik cipőnk a szerintem más nem. Nem, a 3-as villamoson sincs, ott volt még sokáig. Az 51-esnek van még. 51-esnek volt? Aha. Ott a izénél, ott a Gubacsinál. Jó, de az. Elfordulott a... Ja, de az ugye az, mint az 52-esnek ott az a televízió. A török flór is igazi. Ja, tudom, akkor ugye az, mint az 52-es. Az 52-esen is igen, ott a temetőnél. Van ott a pacsírta telepnél, meg a fanelődik. Hát annyi, de az ott egy hurkot jár be. De ugyanazzal megy mind a kettő. Persze. De igazándiból az 51 is, mert mondjuk azért egész Pest Erzsébeten szinte egy vágányon megy. Ubacsi útra lett. Szegeden is van, Szegeden viszont van még egy vágány, és ott a hármas, ahol ugye még szintben kereszteszi a nagyvasutat is. Azt tudom, az volt a... is ott, azt Kecskés vagy Tarján? Nem, Tarjánban a 4-es megy szerintem, Kecskés, melyik az alatt. A másik meg ott a fonó, hogy állni utca vagy meg ott, hogy melyik pedig állása ott, miután átment a sineket. Ah. De azon van egy pár kézét, de ott is van több kilométeres két vágányú szakasz. Azért veszélyes. Igen. Ez veszélyes. Ez felhagyat, ez felhagyat. Telefonnal, nem csak éppen. Ha. Ha, mégis van még egy-egy vágányos. Hát
majd előbb-utóbb, hogyha feldolgozol, vagy egyre jutok addig, hogy megszerkeztem az összes képet, akkor majd lesz. Na, de mivel melyet már így 500 könnyeken járunk a képeknél, sokáig fog tartani. És még hol van a vége, de hát lesz ebből nagyon sok. Tehát még 800 kézi kép volt a fényképező, mikor elindultam, még ott mondod, most 346. Hát igen. Hát nyilván, hogyha egy napra jöttünk volna, akkor most fele annyi lett volna. Tudod, hogy reggel megyünk, este megyünk. Tehát mindent lőni kell most, mert fényképezni csak most, az később ki tud ölni, nem kell, az lehet később is, de fotózni csak most tudod. Meg ide nem járunk sűrűn. Hát igen. Aztán lehet, hogy lesz a csomó, ugyanolyan kép. Ez nem Brunó. Igen. Nem mondjuk, hogy itt se drága azért rájön erre. Hát igen, már hát tehát bármikor tudnánk esetleg kimenni. Szelektálni, úgy, mindig otthon szoktam a képeket, amik szarul sikeres az öbbi, de fotózni csak most tudok kitörölni később is. Ja. Dávid úgy is kérdezte, hogy nem akarok valami külföld ízét. Ja. Hát gondolj azért, hát csak ugye külföldbe menni, tehát azért 500 pluszba, de hát itt egy ilyen kis volt. Hát én mondtam, hogy azért a Románia, Lökösházánál ki, egész aladig, aztán onnan Nagyvárad, onnan meg Vihar keresztesen át Püspökladány, és akkor is akkor vissza Magyarországra. Hát csak nem tudom, meg lehet-e csinálni egy nap alatt, mondjuk milyen menetrendek vannak. Hát vagy például Nagyvárad, akkor minden Szalonta fele menni. Nagy Szalonta, aztán köt egy álmon vissza. Csak azért most sincs sűrűn vonat. Arra fele sincsen sűrűn vonat, de azért... De köt egy álmon, még én sem mentem Szalontára vonattal. Nekem is hiányzik egy kötegyárni kilépés, meg egy Lökösházi. Hát én eddig határ átlépést ezért nem csináltam vonattal. Hogy csak szobnál? Eddig csak szob. De most már repülővel Budapesten. Nem voltunk egyébként se. Most már Magyar Bolynál is lehet, úgyhogy most már előtt oda is mennem kéne. Hát nem ártana nekem is egyszer lenézni arra. Most, hogy újra van a forgalom. Ezt olvastad egy ízén? 150-es vonalnál? Keleti ízén? Tehát a részek bandinál? Tehát, hogy... Jó, hogy ízén, ha kiakadják, addig elemjáig flörtel? Az szép lenne. Belföld és tok az flörtel lenne. Ja, aztán meg a szeretek megküldenek valamit, vagy húzsít, hogy valamit küldenek. Ja, húzsival lát. Ízén Szabadkára és akkor... Hát az még szép lenne tényleg így a részek bandinál. Mondjuk az lehet, hogy jó lenne végül is, mert... Hát a flörtig ízére mennék elemjáig el. Van, sok. Van. Hát hétvégén a sebesek azokkal vannak, vagy... Hát jó, még is azért... A kelebiai személyvonatok azzal vannak kiállítva. Hát akkor Kunszentiek is, ugye kökidől a Kunszent Miklóstassiak. Igen. Hát szép lenne, az biztos. De hát nekem már megvan azért Zsopponi kilépés is, Hegyeshalomnál is. Ja, Hegyeshalom az nekem is megvan. Izénél is megvan, várjál, hogy Kajánsenyénél is megvan. Ja, szóval az nyilván, sőt nekem már meg a Komáromnál is, ja, Komárom is meg megvan, mert arra ment az épp így volt a baj. De tényleg? Most, hogy én mondom, tényleg Komárnónál is átlántunk. Kibolytalmoztam, átmentem gyalog egyszer, még 3 éve, amikor ott voltam. Pedig azért nem minden napi alkalom, hogy Komárnó keresztül. Igen. Hát ott már nincsen, ez a menetrendszer, nincs semmi. Meg ezért is meg volt, hidas német is meg volt, mikor Kassára mentünk. Ha? Bihar keresztes is meg volt, ja, izé. Nyílábránynál nem volt még meg. Viszont Marktplatz, viszont van a Rathaus, Breitscheidstrasse, Marienstrasse, és akkor utána van a végállomás át Lüdersdorf. Na, füvesített pálya, azt nézve, ilyen is van. Okay. Hát az nem műfű, azért. Nem, ez nem műfű, mert
Nem is olyan, az 52-es villamosnál láttad már az izét a... Az sem fülesített, hanem ilyen izé, Úgy néz ki, mint a fülesített lenne, de az ilyen gyakorlatilag ilyen fürdőszoba kilépével, ami a műanyag szar. Tudom, igen, igen. Azt tették le oda. De az egész hídon nézve a hidat is csinálják, de... Rafael, nagyon jó. Van egy tinderes egyezésem, csak az a baj, hogy 674 kilométerre, tehát feltételezem Budapesten. Ja. Jó, tartsd meg, majd egyszer ráírom, de úgyse fog visszaérni, tovább. Látod? Ocó? Oka. Pici ócó. De látod, itt is van pedonam ott is, de akkor majd visszafele fogunk jönni, akkor fogod megállni. Gyere közelebb, ez a... Szóval, de meg van. Márja, nem is állt át a Tindernek a térképe. Volt az teljesen is fenn van, de nincs Berlinbe. Pedig azt írja, hogy 1 kilométeren belül, tehát nincs el Rüdesdorfba. Ez is ilyen fékés volt. Sietni, ott a budok. Ha simán meg valami megáll, akkor azt leszedem innen a kamerát. Egyébként itt is van egy kamera. Csapalom! Pesi néni!
Köszönöm.